A Bonyhádi Gondozási Központ munkatársai szorgoskodnak azon, hogy még húsvét előtt elkészüljenek a nagycsaládoknak szánt csomagok. A központ évek óta pályázatok segítségével teremti meg a lehetőségét annak, hogy élelmiszerekkel segítse azokat, akiknek mindig jól jön egy kis plusz élelmiszerforrás. És egy nagy családban ennek mindig van helye. A Bonyhádi Gondozási Központ és az Élelmiszerbank Egyesület együttműködési megállapodást kötött. Ennek az együttműködési megállapodásnak keretében az Élelmiszerbank pályázatokat ír ki. Mi minden pályázatot igyekszünk megragadni, és minden pályázaton elindulni. Ennek értelmében most is nyertünk. Ez már a tavalyi évben is gyakran előfordult, az idei évben is. Mindig több milliós pályázati nyereményről van szó. Elsősorban tartós élelmiszereket nyerünk. Törekszünk arra, hogy az egyenlős igazságos eljárás szerint minden rászoruló kapjon. Most a nagycsaládos személyek azok, akik támogatásban részesülnek ennek a pályázatnak a keretében. A nagybeszállítók az Élelmiszerbank segítségével juttatják el adományaikat a szociális szférához, akik ezeken a pályázatokon keresztül osztják tovább. Bonyhádon a húsvét előtti élelmiszercsomag osztásból az önkormányzati képviselők is kivették a részüket. Szabó Tibor alpolgármester azt mondta, a mostani alkalom során nem nézték a szociális rászorultságot, így minden nagycsaládhoz ellátogatnak még húsvét előtt. Hogyha nagycsaládosokról beszélünk, ha idősekről beszélünk, hogyha diákságról beszélünk, teljesen mindegy, minden ember számít. És el kell mondanom, hogy úgy, ahogy egész Magyarországon ez Bonyhádra is jellemző, ugye a nagycsaládosok a társadalomnak egy 12%-át teszik ki. Ez a 12% az, aki a gyermekek egynegyedét neveli. Tehát ez nagyon fontos mindenki számára szerintem, hogy egy város hogy fogja túlélni ezeket az évtizedeket, hogyha azt mondjuk, hogy 50 év múlva is szeretnénk bonyhádiak lenni, és a gyermekeink is bonyhádiak lenni, és nem fogyunk el, akkor ehhez szükséges a nagycsaládos támogatás. Itt a gyermek a fontos, az a fontos, hogy szülessenek új és új gyermekek, és ezért mindenki szociális rászorultság nélkül is meg fogja kapni ezt a támogatást, ezt az adományt. Természetesen a rászorulókról sem feledkezünk meg, ez majd a közeljövőben fogják tapasztalni. Most jelenleg Bonyhádon 112, a tavalyi 130-hoz képest most egy kicsit fogytunk. Nagy valószínűséggel örömünkre felnőttek azok a gyerekek, akik tavaly még nagy családbannak számítottak. Farkas László, bonyhádi önkormányzati képviselő egy rászoruló családnak visz élelmiszercsomagot. Ugyanis a nehéz körülmények között élő háztartásokkal folytatódott az adományozási akció. A városban összesen 150 család kapott hasonló csomagot. Jöttünk ide Beregaljára, a szociálisan rászorulóknak a csomagját hoztam ki. Hát több család, ez az egy család maradt éppen még ki, ugye már a 8 órás idővallum nem lehetett befejezni. És igazából már itt ők megkapták a nagycsaládosoknak a csomagját, amit már szerintem a többi kollégáimmal együtt, a képviselőtársaimmal kihortunk. Közelebb kerülünk a lakossághoz, megismerik még jobban az ember a problémáikat, ahol tud, akkor az ember mindjárt személyesen egy segítséget, vagy a gondjaikat eljuttatom az illetékesekhez, hogy megoldásra kerüljenek. Ezek a csomagok ilyen tartós élelmiszert, egy kis édességet, hát javarészt élelmiszerről beszélhetünk.